Ma egy olyan hölgyel találkozom, akinek a neve nemrég bukkant fel a magyar filmgyártásban. De hogy milyen út vezetett a bölcsészettudomány, programszervezés, anyaság, újság és forgatókönyvíráson keresztül a filmrendezésig? Mesélj elő maga. Bunda Fehér Ritával találkozom. Rita, azt mondanák rólad Erdélyben, hogy mindennel is foglalkozol, de elsősorban három kislány édesanyja vagy. Így van. Nagy itthon nálatok a nőuralom? Nem mondanám, hogy nagy. Nálunk megvan ez az egyensúly szerintem, amit egészséges egyensúlynak neveznék. Tehát, hogy Szabolcsnak megvan a szava, néha megmondja, és akkor úgy van, ahogy mondja. Mint egy igazi családfő, néha viszont azért meglágyul a szíve, hogyha látja a sok nőt, hogy azért nekünk is vannak vágyaink, terveink, és akkor enged. Tehát olyan 50-50. A lányok kicsi bűbájjal tudnak hatni apára? Tudnak, igen, de ahhoz meg kell legyen a hangulata, tehát amikor éppen nem siet sehova, amikor egy kicsit úgy megáll, akkor nagyon tudnak hatni, de amikor egy kicsit pörgősebb időszaka van, akkor viszont, hát akkor lehet nehezebb ez a dolog. Ahhoz a recepthez, hogy ez a három gyerek megszülessen, kellett egy férj, meg fűszerezve szerelemmel. Meséld el nekem, hogy a liszta tojással hogyan kavarodott össze, és hintődött meg porcukorra? Egerben történt, ugye nem kárpátalja, mind a ketten kárpátaljak vagyunk. Te huszti születésű vagy. Én huszti születésű vagyok, és Egerben mentem tanulni a főiskolára, francia hittanár szakra még annak idején. És annak idején nem volt még olyan nagyon megszokott, hogy mindenki Magyarországon tanul, tehát Kárpátaljáról Egerben a főiskolán, tehát én voltam, meg még egy lány, ketten voltunk, szobatársak is voltunk, barátnők is voltunk, és akkor úgy kész. És mindig kerestük, hogy hát ha van valaki, aki kárpátaljai. És tudtuk, hogy vannak kispapok a szemináriumban, és mindig úgy valahogy kerestük a találkozási lehetőségeket, mert hogy kárpátaljai, mert az olyan saját, és hogy akkor lehet egy délután beszélgetni. És meg is ismerkedtünk velük. Voltak néha ilyen délutánok, amikor teázgattunk, sütöttünk nekik palacsintát, és akkor ez egy ilyen jó buli volt. Ők voltak négyen, hárman, négyen, mi meg ketten, és egy jó társaság voltunk. Hát ennyi. Szabi akkor papnak készült. Igen, római katolikus papnak, és ugyebár köztudott, hogy nem lehet megnősülni a papnak, de még ő akkor kispap volt, tehát még abban az időszakban volt, amikor még megváltoztathatta a döntését, és végül hát így is történt, de nem akkor, hanem 3 évre rá, amikor ő már Rómába került, a Vatikánba tanult, én pedig Pécsre kerültem, teljesen másfelé keveredtünk. De a szerelem az nagy volt? Vagy a vonzalom az nagy volt? Hát az az igazság, hogy nekem nagyon szimpatikus volt, de volt egy ilyen stóptábla előtte, és én azt úgy nem tudtam, nem akartam, és nem is mertem átlépni. Pont azért nem merték próbálkozni? Így van, tehát hogy én nem is próbálkoztam, és akkor ennek ellenére, amikor ő ugye úgy döntött, hogy nem szeretne pap lenni, akkor egyre több levelet kaptam tőle valami miatt, és aztán, amikor már nem volt kispap, akkor jöttünk össze, pont ezeknek a leveleknek a hatására. Szerinted a döntésében nem befolyásolta az, hogy te léteztél? Én szerintem nem. A döntésében az ő elmondása szerint, és én hiszem, hogy így volt, az befolyásolta, hogy ő Rómába került, és ott nem volt olyan nagyon nagy szigorúság, mint Egerben. Tehát, ahogy ő elmondja, Egerben úgy nagyon fogták őket, tehát 2 óra kimenő, vagy nem tudom hány óra kimenőjük volt, de akkor is úgy mentek ki arra a kimenőre, hogy félve, ha véletlenül találkoznak egy ismerős lánnyal, nehogy észrevegyék, vagy tehát, hogy nem tudom, olyan félelemben tartottak. És amikor Rómába került, ott mindent lehetett. És ebben a nagy szabadságban ő azt érezte,
hogy hát ha minden szabad, akkor valahogy ő mégiscsak azt választja, hogy neki inkább családja legyen. Nem tudom, tehát lehet, hogy ezt jobban el tudnál mondani, de hogy őre ez a környezet volt hatással. Egy ideig Magyarországon éltetek. Miért döntöttetek úgy, hogy hazajöttök Kárpátaljára? Nem találtuk ott a helyünket, nem tudom. Tehát ő idegsebészeten dolgozott ápolóként, én a nyelviskolában, és nem éreztük jól magunkat. Tehát én úgy éreztem, hogy távol van mindenki, aki fontos. A családom, a barátaim, az ismerősök, és valahogy nem akartam. Otthon láttam minden lehetőséget, ami szép, ami jó. Én azt itt Kárpátalján láttam. Nekem minden vágyam az volt, hogy költözzünk haza. Ráadásul én közben már babát vártam, és szerintem ez egy nagyot lökött a dolgon. Én valahogy már arra gondoltam, hogy vajon hogy érzi majd magát a gyerek a nagyvárosban velem egyedül. Nem akartam ezt így. Én azt akartam, hogy legyenek rokonai a gyereknek. Tehát egy olyan környezetben nőjön fel, ahol egy kisváros, úgy éreztem, hogy ez egy ilyen nyugodtabb környezet egy kisbaba számára. A 80-as években neked milyen volt a gyerekkorod Huszton? Ukrán környezetben nőttem fel, annak ellenére, hogy magyar családban. Tehát én ukrán iskolába jártam, ukrán barátaim voltak, ukrán tévét néztem, ukrán irodalmat olvastam. Tehát én egy ilyen ukrán nos gyerek voltam, nem is tudtam rendesen, hát tudtam én magyarul beszélni, csak olyan nagyon konyha nyelvem. Szovjetunió volt még a 80-as években, ugye, hát próbáltam a Szovjetuniónak jó kis állampolgára lenni, minden vágyam az volt, hogy októbrista legyek, meg ilyesmi, pionír. Aztán meg is sértődtem, hogy már Ukrajna lett hirtelen az országból, és már nem lehettem az. Ugyanezt éreztem én is. Bele voltam betegedve, hogy nem lehetek komszomol. Na hát én is, én így nőttem fel. Nekem még távol volt az, hogy most mit jelent az, hogy magyar vagyok, vagy hogy ez a terület valamikor Magyarország volt, valahogy ezt úgy nem értettem még akkor. A sok tevékenységed mellett van olyan, amikor meghatározol magadnak egy én időt, amikor csak magaddal foglalkozol, és semmi más nem érdekel? Minden nap este, amikor mindenki elalszik, akkor nekem szükségem van legalább egy fél órára, ami ilyen idő. Tehát én anélkül nem tudok elaludni, hogy én ne üljek, végig gondoljam a napot, és így összegzem magamban. És akkor egy kicsit olvasgatok, de nekem erre nagyon szükségem van, tehát amúgy nagyon nehéz lenne, hogyha így ilyen pörgés lenne. Én nem tudok így beesni az ágyba, és enélkül, tehát hogy én ne búcsúzzak el magamtól éjszakára. De ami előtt saját magaddal foglalkoznál, egy kicsit elalvás előtt, azelőtt még úgy villognak a fejedben a gondolatok, hogy igen, meg volt a mosogatás, a ruhák, a gyermekek, az ébresztő. Igen. Egész nap azon kapom magam, hogy most épp újságíró vagyok, most épp filmrendező, de most programszervező, de most éppen mentálhigiénével foglalkozom, most épp háziasszony vagyok, és akkor így néha átkapcsolok. Mit főzök holnap? És mit főzök holnapra, és akkor közben feleség is vagyok. Az egy már teljesen más kategória, és akkor így pörgök. Én azt hallottam rólad, hogy szoktál futni, vagy biciklizni? Hát biciklizni összesen 4-szer voltam, de az is csak úgy mentem biciklivel, mert el kellett valahova gyorsan mennem a nyáron. Úgyhogy a biciklizés az inkább nem. De bicikli van? Van. Van egy nagyon klassz biciklim, amit mindig így kacsingatok rá, majd egyszer elmegyek egy hosszabb túrára. Futni szoktam hetente körülbelül 3-szor. Itt a kettes iskolánál. Az nagyon fontos. Egyedül is szeretek, de társaságban is szeretek futni. A társaságom általában Szabolcs, hogyha nem egyedül futok, és az a magát a futást annyira nem szeretem, hogy nagyon, csak az utána lévő állapotot. Amikor úgy érzem, hogy így minden rendbe jött testemben is, meg a fejemben is. Ezt érzem utána. Kicsit, hogy kiürültél, azt érzed? Hát így rendbe jöttem, úgy érzem, és ezt az érzést, ezt nagyon szeretem, és ezért fontos nekem. Az aerobik
fitness, vagy nem tudom, hogy mondják, azt többen csináljuk, hetente kétszer, összejárok pár lányjal, nővel, és azt nagyon szeretem. Az nem olyan, mint a futás, hogy magát a folyamatot nem szeretem, csak utána annak a folyamatát is nagyon szeretem, úgyhogy még arra járok, az inkább ilyen közösségi. Hát egyébként szeretek kertészkedni. A kertészkedés az olyan, hogy hasznos is egyébként, nem csak olyan, hogy nekem jó, mert hogy megterem sok mindent, de azt szeretem csinálni. Az úgy valahogy életem része már gyerekkorom óta, anyukámat azzal leptem meg, hogy kigyomláltam neki a kis kertet. Tehát nem tudom, valahogy úgy szerettem a földben kapirgálni. Ilyesmi. Azt nem vállalom be, hogy elmegyek veled futni, de kertészkedni szívesen segítek, ha megengeded. Jó, hát már nem sok teendő van, mert ugye már most lassan vége van mindenféle szezonnak. De az ásás maradt még hátra, meg néhány zöldség, ami még benne maradt a földben. Hát akkor lássuk, hogy emlékszem-e még, hogy kell lássni. Jó. Bevallom neked, én már 15 éve nem ástam, de falun nőttem fel. 15 amikor... éve akkor még ástál? Igen, de amikor a munkaleosztás volt otthon, akkor én mindig az ásást választottam, bármennyire van ez úgy elkönyvelve, hogy ez egy férfi munka, de kapálni utáltam. Na lássuk, hogy az ásást el lehet-e felejteni. Hát szerintem nem. Igazából ez egy nagyon könnyű dolog. Ennyi az én területem, amit vállalok, tehát én nem szoktam felásni az egész hektárt, vagy nem tudom mennyi van itt, hanem úgy amennyi jól esik, és általában ennyi jól szokott esni, amennyit itt látunk, de ezen a kis területen minden fajta zöldség megterem, amit mondjuk örülök neki nyáron, hogy nem kell kimenni minden kis apró petrezselyem zöldjéről a piacra, és tudom, hogy nem vegyszeres, meg én ültettem. Én nagyon szeretem látni, ahogy növekszik a kis növény, hogy mikor, milyen stádiumban van. Tehát én mindegyik stádiumát szeretem, és nekem ez úgy jól esik. Tudatosan odafigyelsz az egészséges étkezésre? Hát odafigyelnék én jobban, hogyha tehetném. Csak ahhoz tényleg fel kell ásni az egész kertet, mert amennyit megterem, az mondjuk úgy nyárra elég. Az év többi hónapjaiban nem tudom biztosítani, hogy vegyszermentes legyen, meg hogy mindig olyan helyen vásároljam, ami tuti, hogy egészséges. Tehát ezt úgy érzem, hogy nem tudom, de legalább a nyári hónapokban legalább akkor így megterem, amit szeretnék. Olyan, mint gumicukor, az ja, létezik nálatok? Az első gyereknél nagyon odafigyeltem, hogy 2 éves koráig nem evett semmi édességet. 2 éves korától már evett, de akkor megszületett a második, akkor már a második látta, hogy miért ehet az első, és akkor már úgy kezdtem lazulni téren. Hát, na, igyekszem odafigyelni, hogy ne vigyük túlzásba, de azért esznek édességet. Muffint. Például. Az még nem olyan rossz dolog. Úgyhogy... A lányaitoknak nagyon sok jó aranyköpéseik vannak. Eszembe jutott az egyik, hogy anyából 5 kellene. Egy, aki a testvéreimmel van, egy, aki velem van, egy, aki most főztakarít, egy, aki apával van. Néha érzed úgy, hogy meg kéne sokszorozódnod? Jaj, mondjuk gyakran. Az ásásra. Nagyon gyakran érzem. Én ezt naponta érzem, és a lányok tudják is ezt. Tehát én minden nap úgy jövök haza, hogy mondjuk van 4 órám, hogy valamit csináljak, és tudom, hogy ahhoz nekem 15 órára van szükségem, hogy azt én elvégezzem, és akkor mindig valamit kénytelen vagyok hanyagolni. Úgyhogy én valahogy így élek, és ez egy kicsit néha fárasztó, de viszont nagyon sok mindent szeretek csinálni, és nem tudom, biztos nem vagyok hajlandó lemondani semmiről. Szabi mennyire partner például a kertészkedésben? Az ásásban? Semennyire. Semennyire se partner, ő nem szereti ezt csinálni. Tehát ő nem ez a típus, de én nem is várom el, mert hogyha mondjuk valaki megcsinálja helyettem,
akkor hol vagyok én? Tehát én szeretem ezt csinálni. Tehát én nem akarom, hogy valaki ezt helyettem megcsinálja. Mert ez egy hobbi. Tehát, hogyha én szeretek valamit csinálni, akkor nem kérem a másikat, hogy helyettem csinálja meg. Úgyhogy ilyen elvárásom nincs. Szereted az őszt? Nem annyira. Én tavaszpárti vagyok. Én is. Nekem a tavasz... Én néha úgy érzem, hogy én a tavasz miatt élek. Azért élek 9 hónapig, hogy majd átéljem újra a tavasz. Az ősz az szép-szép, de van elmúlás, meg mit tudom. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy szeretnék olyan 3 hetet az őszből, hogy lássam a gyönyörű színeket. Igen, utána igen. 2 hét tél legyen, karácsony, utána a többi lehet tavasz és nyár. Körülbelül én is így vagyok vele. Tehát nem annyira szeretem, mert egyre hidegebb van, tényleg akkor már lassan kis sincs kedvem dugni az orrom a házból, úgyhogy így vagyok én ezzel. Rita, nem felejtettem el ásni. Na látod, csak ezt be kell forgatni, tanítottak. Nem tudom, kellene majd napszámot fizetnem. Ezért nem hát majd kapok egy sárga lépát. Meg egy szaralábét. Családodban erősen jelen van az Isten hit. A hitedből született meg az a tevékenység, hogy a Római Katolikus Egyházközség programszervezője vagy? Úgy gondolom, hogy igen, mindig is vallásos közegben éltem. Gyerekkoromban is, nagymamám nagyon buzgón gyakoroltam vallását, a szüleim is. Én úgy érzem, hogy én, hogyha a templomban vagyok, vagy ilyen egyházi rendezvényen, akkor úgy mindent értek, és minden olyan sajátom. És emiatt nekem ez a munkahely egy kikapcsolódás. Gondoltad volna valamikor, hogy egyszer csak filmet fogsz rendezni? Nem, soha. Igazából Szabolcs volt az, aki kisebb filmeket készített, rendezvényekről valami összeállítást, és azt mondta, hogy neki ez nagyon-nagyon kihívás lenne, hogyha ő mondjuk egy ilyen dokumentumfilmet készítene, csak legyen valaki, aki ezt megrendezi, és megkérdezte, nincs-e kedvem, mint rendezőként részt venni. Hát én meg azt mondom, hogy persze szívesen segítek, és akkor így kezdődött a történet, a kapcsolatom a filmmel, hogy ebbe a dokumentumfilmbe elkezdtem információt keresni, és akkor úgy oda keveredtem, hogy akkor legyen ilyen vallásos vonal. Az én ismerettségi körömben inkább olyan emberek foglalkoztak a gulággal, akik elhurcolt papoknak a sorsát kutatták, és akkor inkább ebbe az irányba indultam el. Az előkészületi fázisban biztos, hogy minden megvolt a fejedben, a papíron, álmaidban. Mikor találkoztál helyszínen a történettel, akkor minden úgy történt, ahogy te azt megálmodtad? Hát nem. Nagyon sokszor volt olyan vágyam, hogy mondja az interjú alany azt, amit szeretnék hallani, és nem azt mondta. Na hát, de kénytelen voltam alkalmazkodni hozzájuk. Volt egy-két próbálkozásom, amikor megpróbáltam belejavítani a mondani valójukba, de annak nem volt jó vége. Onnantól kezdve lámpaláza is volt. Nem is tudta, hogy mivel szeretnék folytatni, nem is tudta, hogy mit is akar egyébként, úgyhogy én attól kezdve én már nem javítottam be, én rájuk hagyatkoztam. Az első filmed a Hűség ára, a második filmed a Linner doktor.
ahol találkoztál már színészekkel is. Ez egy kemény helyzet volt számodra? Úgymond egy idegen szakmában találkozni tapasztalt színészekkel volt, amikor izzadt a tenyered? Nem is lámpaláz ez, hanem inkább ilyen félelem, hogy én vagyok-e elég jó, hogy én meg tudom-e nekik mondani, hogy hogyan csinálják, hogy az jó lesz-e, hogy jó legyen. Tehát ez a kezdőknek a határozatlansága, hogy hát ők már 20 évet csinálják, én 2 évet csinálom, de szerintem ahhoz képest jó eredmény született. Kaptál egy díjat érte? Kaptam egy díjat Szombathelyen, egy harmadik helyezést a Szavária Filmfesztiválon. Ez a díj adott neked egy biztatást arra, hogy nagyjátékfilmet rendez? Hát hozzájárult mindenképpen. Én a második filmnél én még nem önszántamból vágtam bele, hanem megkértek, hogy akkor csináljunk egy ilyen filmet is, de már ezután, amikor tényleg már díjat is kaptam meg annyi elismerést, meg annyi jó szót, hogy tényleg elgondolkodtam azon, hogy ezt folytatni kéne. Ha olyan sok ember mondja, hogy ez jól megy, és hogy nem szabad abba hagyni, akkor valóban megpróbáltam mindent megtenni, hogy ezt folytatni tudjam. És tudom, hogy a legfontosabb egy filmnél az ötlet. És mivel a harmadik filmre egyelőre nem kért fel senki, és ötletet sem adott, ezért én magam igyekeztem egy saját ötlettel előjönni, és akkor megvolt a téma. De mivel én mindig szeretek valami újat kihozni magamból, hogy nehogy olyan legyen, mint a régi, hogy ne dokumentumfilm legyen, hanem egy játékfilm. Volt olyan, hogy forgatás közben úgy érezted, hogy most már, ha újraírnád, akkor kicsit másként is változtattál bizonyos jeleneteken? Persze. Nagyon sok mindenen akartam már változtatni, és mindig, de ez minden filmemnél így volt. És akkor a következőt már úgy csináltuk, hogy akkor azokat javítottuk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy majd a következő filmben is majd mindent jól csinálok, amit elrontottam a harmadik filmben. És milyen lesz az a következő film? Most egy dokumentumfilm forgatásán vagyunk túl, és közben születendőben van egy rövid film. Ezt is te írod? Ezt is én írom. Ez a rövid film, ez megint egy új dolog, mert már megint más, mint egy nagy játékfilm, ilyet még nem csináltam. És azt élvezem benne, hogy csak 14 jelenet, és azokat úgy ki tudom dolgozni. Sokkal jobban, mint egy 72 jelenetes filmben. Sokkal jobban oda tudok figyelni a részletekre. És ez most úgy nagyon éltet, tehát ezt most úgy élvezem. Úgyhogy most várom, hogy ez a, ami van a fejemben, azt megvalósítsam, és film legyen belőle. Kívánok neked kreatív munkát, és hogy érezd jól magad a bőrödben. Nagyon szépen köszönöm. Uraim, ne feledjék! Éljenek a nők!